A Felső-Tisza vidéken olyan templomok találhatóak, amelyek zömében középkoriak, közülük három Európa-Nosztra-díjas, tájékoztatott a Felső-Tisza vidéki többcélú kistérségi társulás elnöke. Tilki Attila kiemelte, ez adta az ötletet, hogy pályázzanak egy uniós kiírásra, így 2012. júliusától működnek együtt az Észak-Alföldi Régió nemzetközi munkacsoportjával, valamint 7 ország 10 kistérségével. Ebben olyan fejlesztést valósítunk meg a térségben, annak idején, mikor elkezdtük 2,5-3 évvel ezelőtt, akkor még audioguide-os eszközre gondoltunk, de közben változott a technika, szerencsére fejlődik, és van egy Magyarországon kifejlesztett szoftver, okostelefonokra is letölthető, ez a Pocket Guide. És a Pocket Guide-os szoftverrel a túraútvonalban lévő templomok kaptak mindenki 9-9 táblagépet, ahol 3 nyelven meghallgatható és megtekinthető annak az adott templomnak a története, a belső leírása. A partnerek mindenki a saját területén talált ki valamit, és mindenki a saját területén fejlesztett, és egy közös, több közös kiadvány is készül, ahol minden egyes kistérséget természetesen angol nyelven bemutatunk. A Felső-Tisza vidéken 2 napos tanulmányutat tartottak, ahol a partner szervezetek képviselői a kísérleti program már megvalósult fejlesztéseivel ismerkedhettek meg. A találkozón elhangzott a program kapcsán megismert nemzetközi jó gyakorlatok és a projekt eddigi eredményei az ország valamennyi hasonló nehéz helyzetében lévő, de jelentős kulturális értékekkel bíró területe számára mintául szolgálhatnak majd. A projekt hivatalos tájékoztatóján pedig azt emelték ki, a felszerelt eszközök alternatív közlekedési lehetőségként kínálják fel a töltéseken lévő kerékpárutakat, melyeknek köszönhetően a templomok könnyebben megközelíthetőek.